hiszen ha nézzük a megyei futballt, akkor szinte azt lehet mondani, hogy az egyik legnagyobb összecsapás volt. Külön szeretnék gratulálni egyébként az ellenfél kapusának, mert úgy gondolom, hogy a mezőny legjobb játékosa volt. Az első fél időben nem nagyon találtuk a kulcsot, hogy feltörjük az ellenfélnek a megfelelő védekezését. Úgy gondolom, hogy a második fél időben ezt sikerült kiviteleznünk, viszont sajnos a végén a fiatal játékosaink nem tudták érvényesíteni a lehetőségeket. Sajnos ez benne van a labdarúgásban, viszonylag még fiatal a keretünk, hiszen ha megnézzük az átlag életkort, akkor 19,1 pontosan. Igazából az ellenfél rutinosan játszott, amit tudtak, azt kihozták a pályára, így mondom azt, hogy egy igazságos döntetlen, de sajnos ilyen a labdarúgás, és gratulálok mind a fiainknak, mind az övéknek, és sok sikert a további részében a bajnokságnak. Az első fél időben úgy gondolom jól működött, amit megbeszéltünk, stabilan védekeztünk, kemények voltunk, és próbáltunk gyors labdaszerzés után gyors támadásokat vezetni, ezeket gólra váltani. Volt 2-3 lehetőségünk is, amiből sikerült volna megszerezni a vezetést. Az első fél időben úgy gondolom, hogy jobbak voltunk, mint a hazai csapat. Második fél időben viszont elfogytunk erőbe, és akkor nagyon nagy nyomást helyezett ránk a hazai csapat. De így is a vége felé két nagy lehetőségünk lehetett volna, hogy gólra váltsuk. Sajnos ez azonban nem sikerült. Úgy gondolom, hogy az eredmény az igazságos. További sok sikert kívánok a SBTC-nek, készülünk a jövő heti újabb rangadóra.